Illusztris előadó művészekben idén sem volt hiánya a hagyományos polgári bálon, melynek a tavalyi évhez hasonlóan most is az egyes számú általános iskola adott otthont. A bált első ízben 2002-ben rendezték meg a budaörsi polgári körök. Ez egy kellemes, tartalmas estéről szól, arról, hogy együtt legyünk, jól érezzük magunkat, jó beszélgetések alakuljanak ki. És hát 2002-ben, amikor a polgári körök ezt elindították, tulajdonképpen azóta a hagyomány az is, hogy neves művészek a fellépőink. Korábbi években Sasvári Sándor, Varga Miklós, vagy az opera műfajából Pitti Katalin volt vendégünk, idén Dérhen és a Forfathers. Én bízom benne, hogy ez a bál is már egy sok, tehát most már évtizednél régebbi hagyomány, egyrészt folytatódni fog, és ugyanolyan kellemes este lesz, mint a korábbi években. Természetesen meglepetésben most sem volt hiány. A remek akrobatikus rock'n'roll bemutató mellett az On The Move névre hallgató gimnazista csapat is bemutatta tehetségét két dal erejéig. Az igazi meglepetést mégis Dérheni, az est egyik sztár vendége szerezte. Róla ugyanis az is kiderült, hogy nem csak remek énekes, hanem végzett politológus is, aki a délvidéki magyarság érdekképviseletével foglalkozik az előadói munka mellett. Nálam ez nagyon egyszerű gyökerekből vezethető vissza, ugyanis Vajdaságban születtem, és azáltal, hogy vajdasági születési vagyok, és 16 éves korom óta gyakorlatilag itt élek Magyarországon, mindig egy pici lelkiismeret furdalást éreztem hazámmal kapcsolatosan. Az olyan érzésem volt, hogy engem mindig úgy neveltek, hogy véd, óvd, tiszteld, becsüld a hazádat, és azokon a földeken, ahol megszülettem, én ott szerettem volna mindig is meghalni. Mindig ezt mondták és sugalták a szüleim és a környezetem, nálunk ez elég erős, fontos hagyomány. És én inkább az álmaimat választottam, és azokat próbáltam megélni, azokért próbáltam dolgozni és tenni, amik mondhatom, hogy valóra váltak nagy része, de mindig bennem volt az, hogy mégsem maradtam otthon, és nem otthon váltottam valóra ezeket. Így hát eldöntöttem, hogy azokat az álmokat, amiket itt valóra váltottam, tovább viszem, és megpróbálok minden határon túli magyarnak valamilyen módon segíteni. És egy ilyen érdekképviseletet, egy érdekképviselet szerepet próbálok betölteni itt Magyarországon, illetve ingázva Vajdaság és Magyarország között, a Vajdasági Magyar Szövetség tagjaként immár. Ifjúsági vezetőjeként, nagyon sok alapítvánnyal vagyok kapcsolatban itt Magyarországon, akik időnként, időszakos jelleggel csomagokat, élelmiszereket szállítunk Vajdaságba, illetve egy olyan közös együttműködést próbálunk kiépíteni, mind gazdaságilag, mint művészetileg, kulturális szempontból a két ország között, ami bízom benne, hogy hosszú távon is mindkét országnak segít. Magyarországnak segít megőrizni azt az identitását, azt a tudatát, hogy mi egy nagy ország vagyunk, és nem szabad elfelejteni a határon túlra lógó részeket. A határon túli magyarságnak pedig én úgy gondolom, hogy kutya kötelessége minden magyarnak vallott ember segíteni. A mai este persze alapvetően nem az érdekképviseletről szólt, hanem a zenéről. Ehhez pedig Henny igyekezett igazán ütős slágerekkel szórakoztatni a hallgatóságát. A műsort a budaörsi kötődésű Forfathers énekegyüttes előadása zárta.